egy ilyen műemléki kutatás tulajdonképpen azzal jár, hogy nagyon fontos, hogy a helyreállítás alatt történő átalakításokat is jó figyelni, mivel hogy újabb eredmények, újabb részletek kerülhetnek elő. Tóth Sándor művészettörténész azt mondta régebben, hogy ha valaki egy épületet valamikor kutat, azon már élete végéig foglalkoznia kell. A tornai templom, tehát ez valóban egy nagyon fontos felfedezés volt, és tulajdonképpen több lépcsőben történt. Az lenne az ideális, ha ezek a kutatások úgy történnének, hogy a falkutatást, illetve a helyreállítást megelőző kutatást egy komolyabb levéltári kutatás előzné meg. Közben derítettük fel, illetve találtuk meg a szakirodalomba, hogy a tornai templomnak ez a freskos periódus, ez az ösztögei besenyő Pál korához, illetve ahhoz az időhöz, amikor ő birtokolta Tornát, köthetők. Az ő személyével nagyon jól magyarázható, vagy érthető ezeknek a festményeknek a különös, tehát kiváló minősége. A csécsi freskók azok a 19. század vége ott ismertek, és tulajdonképpen utána következő művészettörténeti irodalomnak egy fontos részei, elsősorban a teljesen kompletten vagy teljességben megmaradt ikonográfiai program miatt. A kettőt összehasonlítva milyen érdekes összefüggésekről lehet beszélni. Tehát egyrészt nyilván a csécsi freskók azok sokkal provinciálisabbak, de viszont régebbiek. A tornaiak azok későbbiek, de jobb minőségűek, jobb állapotban maradtak meg. Tehát itt nagyon jól látszik a 19. századi ilyen műemlékvédelmi hozzáállás, illetve a mai gyakorlatoknak a különbsége, illetve hát a különböző gyakorlatok által végzett restaurálásoknak az eredménye. A tornaiak azok sokkal hitelesebbek, a csécsiek azok hát ismertek, és hát ott érdekesebb, meg izgalmasabb az, hogy teljes épségben egy éppen megmaradt középkori teret szemlélhetünk, és hát talán amiatt is szeretik sokan, mert egy ilyen kisebb léptékű, ilyen emberi léptékű templomban vagy térben találhatók. A Kassai Műszaki Egyetemen a műemlékvédelem tantárgy keretében tulajdonképpen három vagy négy területre fontos lenne felhívni a hallgatóknak a figyelmét. Tehát egyrészt arra, hogy maga a műemlékvédelem lehetne talán mondani, hogy ilyen emberi szükségletnek, egy eléggé régi emberi igénynek az eredménye. Tehát ez különböző formájában jelenik meg. Egy ilyen szemeszterben tehát nem lehet teljesen következetesen végigvizsgálni összes műemlékvédelmi elméletet. Próbáljuk nekik elmondani, hogy miért fontosak a megelőző vizsgálatok, és milyen módszerekkel, vagy hogyan kell ehhez építészetileg viszonyulni. És tulajdonképpen az oktatás keretén belül kiváló lehetőség az, hogy az éppen folyamatban levő kutatásokat, helyreállításokat meg lehet mutatni a hallgatóknak, és ezeket a gyakorlati órákat, tehát amikor ki tudnak szabadulni a előadott termekből, ezeket nagyon is szeretik. Nagyon sokan eljárnak egy vagy két fél évre más egyetemekre, és hát tulajdonképpen az, hogy végül is hol kötnek ki, vagy hol találnak munkát, az teljesen a sorstól függ. Nem találkoztam azzal, hogy valamilyen végzett hallgatónk valamiféle olyan
legalábbis mostanáig olyan beavatkozást tervezett volna, vagy ami hát emlékvédelmi szempontból problematikus lett volna. Számomra hogy végül is ezen a területen dolgozom, egy valamiféle belső kényszernek az eredménye volt. Tehát én úgy éreztem, hogy Kassának van valamiféle ilyen hangulata, ami a meglévő terekben, épületekben jelenik meg. Ezekről nagyon szépeket tudott írni például Márai Sándor, tehát akkor én ezeket a írásokat nem is igazából ismertem, de inkább az egésznek a hangulatot, a hangulatát, a világát éreztem, és valahogy azóta úgy láttam, hogy ez a hangulat, ez a közeg, ez valahogy tűnik el. Tehát Kassa és Kassa környéke ilyen szempontból egy olyan terület, ahol óriási lehetőségek vannak, tehát Kassa lett Szlovákia területén a legnagyobb ilyen műemlékvédelmi jelentőségű terület. Tulajdonképpen úgy fokozatosan tudjuk ezt a város szerkezetet, az egész városnak, az egyes házainak az értékeit felfedezni egyrészt, másrészt pedig valamiféleképpen megoldást kell produkálni ezeknek a műemlékeknek a felhasználására. Tehát nem lehet egy ilyen óriási területből valamiféle múzeumot vagy csinálni, illetve nem lehet ezeket a házakat ilyen funkció nélküli műtárgyként használni. Tehát ez egy ilyen több rétegű, nagyon, nagyon izgalmas felület. Olyannyira a vizsgálatok vagy kutatások kezdetén vagyunk, hogy egy ilyen épp teljes háznak a megismerése is egy óriási lehetőség, és viszonylag ritkaságnak számít. Tehát ezért érdekes, vagy ezért volt fontos számunkra, hogy a Miklós börtön melletti házat teljességében, mivel hogy amikor ezzel elkezdtünk foglalkozni, éppen az egész ház használaton kívül volt, tehát alaposan meg lehetett vizsgálni, végig lehetett kutatni. Fokozatosan kapott támogatásoknak köszönhetően azt is meg tudtuk csinálni, ami hát eléggé ilyen ritka dolog, hogy a kutatások után néhány évre rá még a helyreállítási tervet is mi tudtuk végig csinálni, sőt most a kivitelezését, a helyreállítás kivitelezését is próbáljuk végig követni.